Ez az elegáns HP Pavilion laptop sok tekintetben jó választásnak tűnik, ha egy közép vagy felső kategóriás számítógépet szeretnénk, nem túl borsos áron. Viszont többször érdemes átgondolni, ha ilyen márkájú laptopot szeretnénk, mivel a gyártó egy apró problémát vétett. Sajnos ennél a márkánál a notebook kijelzőjét hozzáragasztották a keretéhez, így már egy kisebb ütés vagy ejtés hatására a panel sérülhet. Sziasztok, Peti vagyok, és ebben a videóban ki fogom cserélni ennek a laptopnak a kijelzőjét. Már a számítógép elindítása után egy hibaüzenet fogad bennünket, ami nem igazán bíztató jel. A tulajdonostól megtudtam, hogy a Windows feltelepítése közben valamilyen hibát vétett, és ez okozza ezt a képernyőt. Most pedig vegyük szemügyre a kijelzőt ért károsodást. Először próbáljuk meg bejutni az operációs rendszerbe. Miután sikerült eljutnom a boot menübe, kiválasztottam a partíciót, amiről beszeretném tölteni az operációs rendszert. Még nem jó, megpróbálom még egyszer. Ezúttal sikerrel jártam, de jelszót nem kaptam hozzá, így bevetem a legbiztonságosabb 1-2-3-4 kombinációt, és már bent is vagyok. Szoftveresen rendben van a gép, de egy újratelepítés még igényel. Most pedig jöhet a kijelzőcsere. A keretet körben patentok rögzítik a helyére, pluszban még hozzá van ragasztva a kijelzőhöz is. Pár műanyag gitárpengetővel és feszítő szerszámmal megpróbálom elválasztani a helyéről. Óvatosan végezzük a műveletet, nehogy eltörjenek a patentok. Egy vadi új kijelzőt rendeltem a laptophoz, mindössze csak annyi a különbség, hogy ez egy fényes panel, de ugyanúgy LED háttérvilágítású és Full HD felbontású. A kijelzőt 4 csavar tartja a helyén, minden sarkában egy-egy. Ezeket távolítom most el. Ezután kiemelem a kijelzőt, és eltávolítom a hozzá csatlakoztatott kábelt. Az új kijelzőhöz visszacsatlakoztatom a kábelt, majd rögzítem a csavarokkal.
Most pedig jöhet a tesztelés. Kiváló munkát végeztünk, jobb, mint újkorában. A keretről egy cike segítségével eltávolítom a rajta maradt ragasztót. Izopropil alkohol segítségével megtisztítom a keretet. Több kisebb mozdulattal körbe megyek a kereten, és visszapattintom a helyére. Ragasztót nem rakok alá, nehogy ez a hiba újra előforduljon. Ezzel meg is vagyunk. A tulajdonosnak sürgősen kellett a gép, így a kijelzőt egy hazai webáruházból rendeltem 25 ezer forintért, amihez még hozzájött egy 3000 forintos szállítási költség is. Lehet, hogy egy kicsit drágább volt, de nem biztos, hogy a külföldről érkező kijelző épp állapotban ideért volna, és minőségben is hozta volna a maximumot. A Windows újratelepítése után meg is oldódott a kék képernyős hiba. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornánkra és kövess minket Instagramon!